A Vince család kálváriája akkor kezdődött, amikor a család egyetlen aktív tagja devizahitelt vett fel. Vince Tamás egyébként egyedül tartja el idős édesanyját és rokkant testvérét. Mivel a fiú időközben állását is elvesztette, így jövedelme megszűnt, nem tudta fizetni a törlesztő részleteket. A kilakoltatásról szóló határozat is több hónapja megszületett, de a mai napig sikerült halasztást kérni. Július 1-től azonban megszűnt a kilakoltatási moratórium. Hát nem tudok mit mondani, mint a halálra intett a vitófa alatt, megpróbálni az utolsó. Köszönöm. Amint egy 30 milliós ingatlant másfél éve elárverezték, és összesen 10 millió 900 ezer forintért kelt el, azóta új tulajdonosa van. A 90 éves asszony és beteg fia azonban nem akarja elhagyni otthonát. Úgy ítélik meg, hogy egy igazságtalanság történt velük, kiforgatták a vagyonukból, a dupláját kérik annak, amit szerződésileg vállaltak, a devizahitel szerződés keretében. Nem már, hogy mondjam, ismert a téma, mert nem csupán az ő sorsuk. Most többszöri tulajdon átruházás után egy olyan viatorbágyi ingatlan fejlesztő tulajdonába került ez a lakás, aki nem lakhatásra akarja felhasználni, hanem üzleti célokra. Ami tehát Vincéjéknek az élet, az másnak az üzlet. A család nevében a Magyar Szociális Fórum az önkormányzathoz fordult segítségért. Az önkormányzat attól függetlenül, hogy kívülálló szereplője ennek az ügynek, fog tudni segíteni. Tegnap körbejártuk ezt az egyedi ügyet, ami valóban a 90 éves néni életkorából kifolyólag egy egyedi sajátosságot képvisel. A Szép Hős ZRT, mint az önkormányzat kezelő cége, felajánlott egy olyan lehetőséget polgármester úr közbenjárása mellett, hogy el fogja helyezni a Havranek utca 1 szám alatti önkormányzati bérlakások egyikében, mindaddig, amíg a lakáshelyzetük egyéb megoldását nem fogják tudni a családon belül megoldani. Ez átmeneti jellegű, azonban jelen pillanatban adhok jelleggel mindenféleképpen segítséget fog jelenteni. A kilakoltatás azonban nem történt meg, legalábbis nem most. A kilakoltatás hírére ugyanis számos civil szervezet és jogsegítő állt a család mellé. A Székesfehérvári Városi Bíróságra ma reggel beadtunk egy rendkívüli végrehajtási kifogást. A magyar érdekvédelmi közösség kedreggel közbejárt a bajba jutottakért, s bár a bíróságnak egyelőre nem állt módjában halasztani a végrehajtást, a tulajdonos képviselőjével, illetve a végrehajtóval sikerült megegyezniük. A végrehajtóval egy perccel ezelőtt megállapodtunk, egy hónapra elhalasztva most a kilakoltatás, a végrehajtás. Vincéjék egyelőre tehát egy hónapig még otthonukban lakhatnak, de hogy mire elég ez az egy hónap haladék, még nem tudni. A civil szervezetek és az önkormányzat minden esetre azt ígérik, minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy megoldódjon az ügy.